A Nyugat-Afrikából a Spanyolországba irányuló menekült útvonal az egyik legveszélyesebb Európában. Csak a Kanári-szigetekre tavaly 35 ezer menedékkérő érkezett, ami duplája annak, ahányan 2022-ben jöttek. A legtöbben gazdasági menekültek, akik nem kapnak menedékjogot, és akár évekre is ott ragadhatnak a szigeteken. Ahogy egy szenegáli fiatalember, Modu is. Amikor Modu Gran Canarián lemegy a kikötőbe, mindig eszébe jut a megmenekülése. A szenegáli fiú, ahogy 2023-ban emberek tízezrei, egy kis halászhajón kelt át az Atlanti-óceánon, a Kanári-szigetekre. Azt hittem, nem élem túl, hogy ma vagy holnap meghalok. Éreztem, micsoda veszélyben vagyok. Képzelheted, ahogy a hajó felemelkedik a magasba, aztán nagyot zuhan, szinte széthasad. Az emberek sírnak. Csak az anyámra tudtam gondolni, hogy soha többé nem látom. Modu megmenekült, és már azt hitte, innen nincs akadály, és könnyen átjut a spanyol szárazföldre, hogy új életet kezdjen Európában. Ennek 3 éve. A fiúnak azóta sem sikerült elhagynia a Kanári-szigeteket. Ehelyett azt látja, hogy egyre többen jönnek Nyugat-Afrikából. Csak 2023-ban közel 35 ezeren, vagyis több mint kétszer annyian, mint 2022-ben. Sokan súlyos sérülésekkel érkeznek, és százak halnak meg útközben. Az átkelés Nyugat-Afrikából a Kanári-szigetekre az egyik legveszélyesebb menekülési útvonal Európában. Modunak nagyon hiányzik az édesanyja és a testvére. Azt mondja, ma már nem szállna hajóra, és nem kockáztatná az életét. Az életedet kockáztatod. Van, aki túléli, de sokan nem. Rengeteg barátom veszett oda a tengerben. Próbáltam figyelmeztetni őket, de nem hallgattak rám. Teseida Padrón és férje a Moduéhoz hasonló sok történetet ismer. Az önkéntesek a sziget egykori kolostorában helyeket készítenek elő újonnan érkező menekülteknek. Máshol már minden megtelt a szigeten. Mit csináljak még? Felhúzzam az ágyakat? Nézzek utána az első segélydoboznak? Nézzük meg először, hányan jönnek. Akkor tudjuk eldönteni, hova tesszük a csecsemőket, a nőket és a gyerekeket. A sérülteket helyezzük el a földszinten, a többieket pedig az elsőn. Rendben. Eközben több száz menekültet visznek át innen Gran Canariáról egy másik szigetre. De újabb hajók is várhatók. Ez megy már hónapok óta. Olyan sokan vannak, hogy nem tudunk mindenkit ellátni. Alig, hogy megérkezik az egyik hajó, adunk a menekülteknek vizet, elvisszük őket zuhanyozni, már is hívnak bennünket, hogy újabb hajó jön 280 emberrel. Szóval kezdhetjük előről az egész szervezést, nézhetjük, hol vannak még szabad ágyak. Ez így nagyon nehéz. Sokan már szörnyen leromlott egészségügyi állapotban érkeznek. Néhány nappal ezelőtt meghalt egy férfi, akinek Teseida viselte gondját. Nagyon megvisel. Azt kérdezem magamtól, mindent megtettem? Nem kellette volna még egyszer ránéznem aznap este. Nagyon nehéz. Találkozunk, megismerjük egymást, és ez történik. Modu menekült kérelmét elutasították. Kitoloncolás vár rá, mert gazdasági menekültnek minősül. Menekültek, akik más országokból érkeznek. Talán csak 1-2 hónapot vannak a szigeten. Aztán mehetnek tovább a szárazföldre. De mi Szenegálból jövünk, és ott nincs háború. Ezért azt mondták nekünk, hogy vissza kell mennünk a hazánkba. Azóta Modu illegálisan tartózkodik a szigeten. Szabóként dolgozik, ebből próbálja eltartani magát. Egy ismerőse adott neki munkát, de egyáltalán nem elégedett a helyzetével. A családom folyton pénzt kér tőlem. Most Európában vagy, mondják. De annak, amit mi Afrikában, Európáról gondolunk, semmi köze a valósághoz. Ha vannak papírjaid, akkor itt lehet jó életed. Ha nincs, semmit sincs. Nekem jó állásom volt Szenegálban, de mindent elveszítettem.
Modu azért reméli, hogy nem volt minden hiába. De mint mondja, az álma az európai jobb életről egyelőre nem vált valóra.